Szeretettel köszöntöm a Hagyományőrző Egyesület nevébe a megjelent kedves vendégeinket. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal jöttek el megnézni a kiállításunkat. Remélem, hogy elnyeri a tetszőseket. Köszönetet mondok azoknak a segítőtársaknak, akik segítették ezt mind rendezni. A zenekarnak, a táncosoknak, mindenkinek köszönet, aki hozzásegített ahhoz, hogy máma ünnepelhessünk. Érezzék jól magukat. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, Tóth Balázs vagyok, mi pedig a Verisváres Streichkapelle, azaz a vonós zenekar a Vörösvárnak, és a mai megnyitón, ugye a kézimunka és fotókiállítás megnyitóján fogunk egy nem túl hosszú, körülbelül 3/4 órás műsort adni. Egyrészt készültünk hagyományos szép sváb vonózenékkel, másrésztről pedig a Heimatwerknek a fiataljaiból álló kórus fog majd a műsor végén néhány szám erejéig csatlakozni hozzánk, és a leges legvége pedig egy meglepetés lesz, egy igazi kuriózummal is készültünk mára, de ezt majd akkor fogom elmondani, úgyhogy előre is kívánok sok örömöt a zenénkhez, remélem, hogy ezt sikerül elérnünk. És elsőként el fogjuk játszani természetesen a Vörösváriak himnuszát, a Lámkrumot, majd pedig áttérünk népdal feldolgozásokra. Köszönjük szépen! Olyan népdal feldolgozások fognak következni, amelyeket nem mi készítettünk, hanem egy Ott Rezső nevű zeneszerző, és ez pedig azt hiszem a Pest megyei német önkormányzatnak a felkéréséből készültek, vannak fúvoskották, tehát elsősorban gyerekeknek, zeneiskolásoknak vannak fúvoskották, harmonikásoknak kották, és ugyanígy készültek vonós zenekarra is kották, és néhány Magyarországról gyűjtött német népdalt fogunk most eljátszani, egymás után 3 darabot. Mondom a nevüket is, az első a Dort unten im Unterland lesz, majd ezt követi az Ich bin der Bub von Donautal, és végezetül pedig a Muss iden lesz.
Most pedig olyan számokat fogunk hozni, szám szerint 3 darabot, amelyek igazi vonós zenék. Tehát ugye azt érdemes tudni, hogy jellemzően nem nagyon maradtak már meg a régi vörösvári időkben is olyan kották, amikről fixen tudnánk, hogy ez ilyen. De vannak olyan zenekarok, hát nem Magyarországon, hanem Ausztriába, Bajorországba, Svájcba, amelyeknél még megmaradt a német, hagyományos német zene ilyen vonós formában, és ezért tőlük is tudunk kölcsönözni olyan igazi polkákat, amik vonós zenekarra íródtak, eredetileg mindig is vonós zenekar játszotta őket, és nem csak fúvós zenéből származnak, ahogy például nálunk ezek megmaradtak. 3 ilyen darabot hoztunk most, a címeik Auf der Alm, Böhmischer Dreher és Gamsgebirg Mársch. Fogadják sok szeretettel. Thank you.
És akkor most szeretnénk felkonferálni a Verisvárer Heimatwerknek a kórusát, akik elfogadták a meghívásunkat, és néhány népdal, jól ismert népdal erejéig csatlakoznak hozzánk. Yeah.
egy igazán nagy hírről és különlegességről tudok beszámolni a vörösvári népnek, ugyanis, mint tudhatjuk, régen Vörösváron, ugye a háború előtt, ünnepekkor mindig zenekari misék voltak, ahol ilyen vegyes, fúvós, vonós zenekar kórussal énekeltek rendes miséket. És két nagy mise volt, a Fogarasi Miska bácsi könyvében is szerepel, hogy volt Vörösváron mindig egy F mise és egy S mise. És minden nagy ünnepkor, karácsonykor, pünkös, stb. Ezeket játszották el bent a templomban. Most, és ezek ez a két mise, hogy a Fogarasi Miska bácsi könyvében is le van írva, hát elvesztek. Igazából a háború után ezeket meg már nagyon lehet előtte se, nem játszották, nem szabadott egyáltalán ezeket játszani, és meg is feledkeztek róluk, és máig nem is igazán tudtuk, hogy ezek micsodák voltak. Nem tudtuk a szerzőiket, a két misének, az F misének, meg az S misének. A könyvben annyi van leírva, hogy szokványos misék voltak, zenekarra, megfelelő hangszerekre, tehát vonószenekarra is, és fúvósokra, négy szólamú kórusra, és igazából ennél többet nem is tudtunk róluk egészen mostanáig, amikor is, hát Mici néninél megkerültek a kották, itt voltak a tájházban, Mauterer János hagyatékaként egy mappában, ott volt az F mise és az S mise, amit igazából hát mostanra sikerült így feldolgozni végre, és tehát ezt jelenthetem be, hogy így közel 80 év után, vagy lehet, hogy 100 év, 80 év után, évtizedek után újra fel fog csendülni most először az F misének az első tétele, most ennyivel tudtunk készülni, úgyhogy fogadják sok szeretettel, és remélem igazán megható lesz, hogy tényleg ennyi idő után az a két mise, amit minden ünnepkor Vörösváron játszottak annó, az újra megvan, és reméljük, hogy a teljes két misét is sikerül egyszer feldolgozni, és Szent Mise keretében is előadni, és most az F mise első tétele következik, tehát megvan a zeneszerző is, úgy hívják, hogy Franz Reimann, ő igazából egy 19. századi zeneszerző, tehát nem kell barokk zenére vagy klasszikára gondolni, tehát ez egy 19. századi mű, de Vörösváron ez volt a két mise közül az egyik hagyományos, és a másikat is akkor már mondom, mert az még izgalmasabb, annak Franz Bühler a zeneszerzője minden bizonnyal, és ő pedig Mozartnak a kortársa volt, tehát egy ilyen misénk is van, ezt majd egy másik alkalommal. Most az F misének, tehát a Kyrie tételét hallhatjuk.